Kiskörösváros vezetése minden év elején lakossági fórum során tájékoztatja a lakosságot a város költségvetéséről, fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről. A fórumok sorát február 29-én a 8-as számú választókerület képviselője, Baedit önkormányzati képviselő folytatja a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A részemről az első lakossági fórum lesz, amin mint képviselő fogok részt venni. Nagyon nagy szeretettel várnám a térség lakosait, hogy együtt tudjunk tovább gondolkodni a 8-as számú választókerületnek a fejlesztéséről, illetve egyéb olyan problémák megoldásáról, ami esetleg a lakosság részéről felmerül. A fórumon jelen lesz Domonyi László polgármester, aki a város pénzügyeiről és a folyamatban lévő fejlesztésekről fogja tájékoztatni a lakosságot. A város első embere mellett a kiskörösi rendőrkapitányság képviselője is jelen lesz, aki a biztonságos közlekedés és az egyre elszaporodó online csalásokra szándékozik felhívni a figyelmet. Mindemellett pedig a körzetet érintő beruházásokról is többet megtudhatnak a jelenlévők. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi választókerületünkben több új beruházás is elkészült, illetve több fejlesztés volt. Hörisfa óvoda, záporhálózótó és annak a környéke, illetve hát több olyan beruházás van még folyamatban, mint például a piac, aminek a távlati tervéről is fogunk beszélni majd a lakossági fórumon. Tehát a 8-as számú választókerület lakosait február 29-én 18 órára várják a Petőfi Sándor Művelődési Központba.